ismételten, vagy még mindig sok szeretettel üdvözlök mindenkit itt a Polaris csillagvizsgálóban. Ugye ez a Vénusz hónapja, ugye nevezhetjük így, hogy készülünk a Vénusz átvonulásra, ugye milyen nagy, sokkal kisebbnek fogjuk csak látni a nap előtt, de azért mégiscsak emlékezetes lesz, ha csak nem fogunk még 120 évet élni, ami ugye kicsi, amire kicsi az esély. Tehát a Vénusz a pokoli bolygó, ezt a címet adta valaki az előadásnak. Tulajdonképpen itt ugye ez egy relatív földi fogalom, hogy pokoli bolygó. Ugye emlékszem, nekem még volt szerencsém Marik Miklós tanár úr óráit is hallgatni az egyetemen. Akkor ő, tehát ugye nagyon népszerű előadó volt, és mindig vicceket mesélt, ugye. Nagyon sok csillagászati jellegű vicc vagy anekdóta kapcsolódik ő az ő előadásaihoz, és ő mondta egyszer, hogy hát ugye a Vénusz, mint a szerelem istennője, ugye ismert mindenki által, de aztán, mikor leszálltak rá a szondák, és rájöttek, hogy hány fok van, mekkora nyomás, meg savas eső, meg ilyesmi, akkor utána ugye maradt a női szerep, de inkább az anyós lépett a szerelem istennője helyébe. Tehát ilyen szempontból említhető itt a pokoli dolog. Ugye mi az, amiről szó lesz? Tulajdonképpen egy rövid ilyen általános Vénusz összefoglalóról fogunk ma beszélni. Milyen a bolygó pályája, milyen a belseje, milyen a külseje, a légköre, éghajlata, mit látunk a felszínen, milyen domborzat figyelhető, meg vulkanikus, tektonikus alakzatok vannak-e, milyen kráterek figyelhetőek meg, és hogyan fejlődött mostanáig, és ez a kettő fordítva lesz, a jövő űrszonda tervei milyenek a Vénusszal kapcsolatban, és valami az élet lehetőségéről, de az tényleg csak nagyon rövid lesz. Ez pedig valószínűleg véletlenül maradt itt. De majd látni fogjuk később. Na, először arról ugye, hogy hogyan kering a nap körül. Hát ha megnézzük ezt a kis kék Vénuszt közepében egy piros pálcikával, akkor látjuk, hogy nagyon furán csinálja a dolgait, ugye? Kicsit másként, mint a többi bolygó. Hogyha mondjuk ez a kép észak fölül van nézve, tehát északról nézünk a napra, a nap északi pólusára, meg a Föld pályára északról, akkor látnánk így a Vénusz gyakorlatilag. Tehát azt látjuk, hogy a keringés iránya ugye direkt, de a tengelyforgás iránya az valami furcsaság folytán másféleképpen van. Közelebb van a naphoz, mint ugye a Földünk, ezt jól tudjuk, éppen ezért nem távolodik el ugye messzire, de erről múlt alkalommal már volt szó. És emiatt a furcsa helyzet miatt áll elő az, hogy gyakorlatilag egy nap a Vénuszon az tulajdonképpen majdnem annyi ideig tart, mint, illetve tehát valamivel hosszabb egy vénuszi nap, mint egy vénuszi év, hogy a földi napokban mérjük, tehát ott egy kicsit bonyolult dolga lenne a naptárgyártóknak gyakorlatilag, nem is beszélve arról, hogy hány fok van, meg ilyesmi. Tehát tulajdonképpen egy nap kvázi hosszabb ideig tart, mint egy év, ráadásul fordított irányba forog a tengely körül, mint a, itt a többi bolygónál megszoktunk. Valószínűleg ezzel kapcsolatos, hogy nincs mágneses tere, ugye, forgó égi testen tud keletkezni mágneses tér a belsőben lévő vezetőanyag áramlásával kapcsolatban. Van egy nagyon gyenge pályarezonancia szerűség, egy 2-3 arányú rezonancia áll fönn a Föld keringés idejével, aminek az a sajnálatos következménye, hogy amikor a Föld mellett, ami szintén kering a nap körül, csak ugye lassabban elhalad, akkor általában majdnem pont ugyanazt az oldalát fordítja felénk. Tehát inkább mindig ugyanazt láthatnánk a legjobban. Ha egyáltalán lelátnánk a felszínére, de majd látni fogjuk, hogy nem látjuk, úgymond az egészet, tehát a felszínt. Azért is fontos bolygó, mert ugye viszonylag hasonlít a Földhöz. Ugye ugyanott van, majdnem ott van a naprendszerben, mint mi, tehát hozzánk van a legközelebb. Ugye 95% az átmérje a Földének, tehát nagyjából akkora, tömege 82%-a, és igazából a belső szerkezete is hasonlít ránk, a miénkre, valamennyire. Ha kivágnánk egy ilyen nagy szeletet belőle, akkor azt látnánk, hogy van ugye fémes vasmagja, ugye van körülbelül ugyanilyen 3000 km vastag köpenye, és aztán van valami szilárd kőzet burog, amit itt kéregnek jelöltünk, de hát igazából mindezt ugye nem látjuk, még a legjobb távcsőben sem, mert ugye a sűrű légkör és a benne lévő megállás nélkül ott úszó felhők, azok nem teszik ezt lehetővé. A légköre, ugye hogyha az ember megfigyeli napközelben a Vénuszt, akkor nagyon szépen látja, persze vigyáz a távcsővével, hogy ne
nézzen a napra, akkor látja körbe, jó esetben, persze mindennek klappolnia kell, hogy bizony van légkör, és a bolygó egész korongján ugye körbe kirajzolódik az atmoszféra, benne lévő szóródó, meg megtörő napsugarak következtében. Ez egy nagyon vastag légkör, ugye ezt is már jó ideje tudjuk. A tömege kb. 100-szoros a földi légkörnek, tehát a benne lévő gáz mennyiség az lényegesen nagyobb. A Földön ugye egy nagyon fontos réteg a troposzféra, ahol hőmérséklet fordulás van felfele haladva, ez alatt vannak a felhők, kivéve a nagyon magas szintű felhőket, olyanok is vannak, de ugye például a csapadékhozó felhők mind a földi troposzféra alatt vannak. Tehát itt történik a meteorológia, hétköznapi nyelven fogalmazva. Ez ugye földrajzi szélességtől meg meteorológiai helyzettől függően olyan 12-16 kilométeren van, a Vénusznál ez kb. 100 kilométeren van. Tehát látszik, hogy tényleg egy jó nagy légkör áll rendelkezésre, ebben aztán sok mindennek hely adódik. A bolygó légköre emiatt az átlátszatlanság miatt a ráeső napfény 75%-át veri vissza, tehát hiába van közel a naphoz, nagyon sok fényt visszaver, tehát kevés jut le a felszínre. Maga a légkör az főleg széndioxid, mint a földtípusú bolygóknál szokott lenni, kivéve ha van rajta élet, mint ugye a mi földünkön általában. Illetve itt néhány komponens, kisebb koncentrációban itt megfigyelhető szintén további komponensek. Ami nekünk még fontos, az a kén-dioxid lesz, meg hát van egy kevés vízgőz is, de látjuk, hogy ez igen szerény arányban fordul elő. De van mondjuk sósav is, meg hidrogénfluorid, meg egyéb kellemetlen anyagok. Tehát a nagy része visszaverődik az űrben a napsugárzásnak, a légkörben kb. 22% elnyelődik, és csak 2-3% jut le a felszínre. Tehát nagyon kevés az, ami felszínre jut. A vastag légkör miatt ugye 90-92-szeres a légnyomása a Földinek, hőmérséklet pedig 460 fok, tehát rettentő meleg van, ugye ez változik magasság szerint, ugye mélyebben melegebb van, magasabb pedig hűvösebb van valamivel. Ugye a fő oka az üvegházhatás, aminek elsősorban a széndioxidhoz van köze, de persze a kevés vízgőz és kén-dioxid is rárak erre az üvegházhatásra, ami egyébként kell is, mert mondjuk csak széndioxidból a légkör nem adná ki, nagyon meleget adna, de nem ennyire meleget. További következménye ennek, hogy gyakorlatilag kb. Egyforma meleg van mindenhol a Vénuszon és mindig. Ez egy nagyon fura dolog, ugye? Tehát hiába van nappal vagy éjszaka, egyenlítőn vagy sarkvidéken, nagyjából egyforma meleg. Apró különbség van, viszont szintén ami nincsen, hogy a napi meg évszakos hőingás. Igen, ez egy érdekes összehasonlítás itt alul. Ha olyan légkör lenne, mint a Földé, akkor mondjuk 38 fok lenne rajta. Tehát jó meleg lenne, mondjuk azt szerintem már nehezen bírható tartósan, de még mindig kellemesebb lenne, mint ez a 460. A felhőzetéről itt jobbra látunk egy ilyen kis metszetet. Ez itt a felszín, olyan 40-60 kilométeres magasság között vannak a felhői, általában három felhőszintet különítenek el. Egy különböző optikai sűrűség, átlátszatlanság diagramok vannak, úgymond meg részecske sűrűség diagramok. Mutatják, hogy tényleg olyan 40-60 kilométer közötti magasságban jellemzőek a felhőszintek. Ez a pólus fele egy kicsit csökken, tehát amikor megyünk magasabb szélességre, kicsit lejjebb süllyednek a felhők valamivel. Sokáig az volt a mondás, hogy a Vénuszon ugye kénsavas eső esik az égből, amiről aztán elég gyorsan később kiderült, hogy nem igaz, mert ugye esni esik az eső, de úgynevezett virga esőként jelenik csak meg, mert a magasban elpárlog, hát nem is látható, mert nem látszik át annyira a légkör, de az esőlábak sejthetőek lennének, de nem érik el a felszínt. Egyébként van az, most csak egy ilyen őszinte felmérő kérdés, van az, aki tudta, hogy a virga esők mit jelentenek ettől függetlenül? Életemben. Ugye? Én is, vagy én sem. Igen, lóg az eső lába. Igen, mert a virga, hát én arra gondolom, hogy virgács, de hát ez hülyeség. Valami latinos, ő biztos tudja. Azt jelenti, hogy lá... Akkor innen ered... Szüzek jelentő. Hát igen, a Vénuszon igen. Szüzek lába, hát igen. Igen, tehát nem menjünk abba az irányba. Nem menjünk, maradjunk az anyósnál.
Tehát nagyon érdekes, mert én is ezt néhány éve hallottam, és akkor, amikor a Hargitany Henrikkel egy ilyen magyarító, elkezdtünk magyarítani mindenféle planetológiai nomenklatúrát, és akkor belegabajtunk, hogy mi hát virga eső az mi, és aztán kiderült, hogy ez, amit így neveznek. Jó, mi történik ezzel a légkörrel? Itt van jobb oldalt egy kis ilyen keresztmetszet nagyjából, hogy milyen fajta áramlásokat feltételeznek. Ez nagyon emlékeztet a Földire, illetve kinézete egy picit emlékeztet a Földire, valószínűleg több ilyen hatalmas áramlási cella van. Igazából nagyon, tehát elég bonyolult és még mindig teljesen nem értett a Vénusz légkörzése. Ugye sok érdekes megfigyelés készült róla a bolygó körül most keringő Vénusz Express szondától, amelyek rámutattak például arra, amit korábban nem tudtak, hogy a domborzat, lehet jönni nyugodtan, az nagy magasságig befolyásolja a légköri folyamatokat. Tehát, hogyha előbb megbeszéltük, 100 kilométerre van a troposzféra, rettentő sűrű a légkör, de ha lent van egy kis hegy, akkor az néha egészen a 100 kilométeres magassági érezteti a hatását. Hogy, azt még pontosan nem tudni. Ami szintén egy mindig ismeretlen dolog, pedig ezt már régóta tudják, hogy a felhőzet tetején nagyon erős, direkt irányú szél van, ami körülbelül 4 nap alatt megkerüli a bolygót, miközben láttuk több mint 200 napos a tengelyforgási idő. Tehát gyakorlatilag a felhőzet, vagy a légkör felső része, valamivel a felhőzet felett, az nagyon gyorsan körbe megy. Amióta ezt már régóta tudják, amióta ez ismert, azóta próbálják meghatározni, hogy mi lehet ennek az oka, és még olyan egyértelmű modell, még olyan biztos jó modell még nem készült rá. Tehát a mai napig nem biztos, hogy nem tudni, hogy tulajdonképpen mitől áramlik ilyen gyorsan. Viszont a felszínen már csak 1-2 méter per szekundumos a szél, ugye sokkal lassabb, de ha gyorsabb lenne, az nagy baj volna, úgymond, mert nagyon sűrű a légkör, tehát 1-2 méter per szekundumos szél is erősen viszi már az anyagot. Ugye úgy kell elképzelni, mint valami nagyon híg folyót, persze ezt nehezen tudjuk elképzelni, mert csak víz folyóba léptünk, de mindegy. Tehát a légáramlás az viszi az anyagot, és különböző szélformák, még néhol dűnék is vannak a felszínen, mutatván, hogy tényleg szállítja az anyagot a szél, bármennyire lassú. Amit még a légkörről fontos megemlíteni, hogy mindenféle érdekes kémiai folyamatok zajlanak, tehát nagyon vastag az atmoszféra, nagyon meleg van. Hát ott biztos történik csomó minden. Meg vannak felhők, van némi csapadékhullás is. Próbáljunk belepillantani, hogy mi történik. Valószínűleg itt a nagy melegben a gáz, tehát a légköri gáz és a szilárd kőzetek lépnek reakcióba egymással, tehát úgymond ilyen gáz-szilárd fázisú reakciók zajlanak. Ez szerint elképzelhető, hogy a kőzetek egy része ugye kipárolog a légkörbe, sőt, amikor vulkánkitörés van, akkor bizonyára ez ki is jut az atmoszférába, főleg ugye kén-dioxidot várnak. Gyakorlatilag innen jött az ötlet, hogy valószínűleg a Vénuszon kénkörforgás van, gyakorlatilag a kén az vulkanikus eredetű, meg majd látjuk, lehet, hogy a felszíni ásványokból is felszabadul néha magától, tehát nem kell csak, nem mindenképpen kell vulkánkitörés. Tehát a vulkánok meg csomó széndioxidot, ami eleve ott van, azok bocsátanak ki kén-dioxidot, vagy bocsátottak valamikor a légkörbe, aztán ez a vízzel reakcióba lépve kénsavat tud létrehozni, és a felhőkben pedig esőcseppeket alkot, aztán persze a nap sugárzásától tud diszociálni, akkor a hidrogén elszökik, a többi megmarad, stb. Illetve ezek a molekulák is változni tudnak a nap besugárzásának függvényében. Hát ez most nem érdekes. Még egy fontos dolog, tulajdonképpen 2 kritikus anyag van a Vénusz légkörében, az egyik a kén-dioxid, a másik pedig a szén-dioxid, olyan szempontból, hogy mind a kettő szoros kapcsolatban van a felszínnel. Egyensúlyban van a szén-dioxid valószínűleg a felszínnel, hogy hogyan, mindjárt meglátjuk. Tulajdonképpen az egészet úgy kell elképzelni, hogy van egy bolygónak egy vastag légköre, és annak van egy felszíni anyaga. És tulajdonképpen a felszíni anyag és a légkör az egyensúlyba kell legyen egymással, tehát a légkör nem csapódik ki sokkal több, nagyobb arányban, mint amennyi nem párolog éppen vissza. Tehát valahogy egyensúlyba kell lenni, vagy akkor a bolygó folyamatosan gyarapodik a bolygónak a légköre, vagy csökken a bolygónak a légköre. Igazából kémiai modellekkel le kellett írni, hogy hogyan van egyensúlyba, vagy pedig hogyan nincsen egyensúlyba a felszín a légkörrel. Erre 2 népszerű modell van,
a két fő komponenssel kapcsolatban. Az egyik a szénmodell, vagy karbonát modell. Itt igazából az, hogy csúnya szó, vagy csúnya kifejezés, hogy karbonát puffer hipotézis, az azt jelenti, hogy tulajdonképpen a felszíni anyag az valamilyen szintig úgymond pufferálja a légkört, tehát ő egy olyan bázist alkot neki, amire ki tud csapódni és vissza tud menni úgymond belőle a széndioxid, tehát ő valamilyen szinten tartja a légkört. Gyakorlatilag a felszíni ásványok jelenléte és azoknak a fizikai, kémiai vagy hőmérséklet nyomás viszonyai azok definiálják, hogy most mennyi légköri gáz szaladul fel, vagy csapódik ki. Ez kicsit olyas, mint a Földön mondjuk a meteorológiai viszonyok határozzák meg, hogy a vízgőz az most hó vagy eső vízformájában lent marad, vagy párolog vissza, ugye. Csak itt arról van szó, hogy a légkör fő komponense, a széndioxid, az is, azt vizsgáljuk ilyen szempontból. Ilyen szempontból nagyon fontos lesznek a kalcit és a kvarc, mint két széndioxidot és kéndioxidot tartalmazó, vagy nem az kvarc, bocsánat, a szilícium, tehát most csak a széndioxidról van szó, igen, tehát mint fontos ásvány, amelyik tartalmazza ugye a széndioxidot. A modellek alapján nagyjából ez pont a határán van a stabilitásának, persze ez egy relatív dolog. Elvileg, ha a vulkánkitörés történik, és a széndioxid mennyisége nő, akkor az a légkörbe kerül, és onnan kiválik aztán a felszínre. Vagy fordítva, ha túl kevés a légkör, valamiért túl sok vált ki belőle, akkor felszabadul a felszínen lévő ásványokból a széndioxid tartalom, és akkor visszamegy a légkörbe. Ez egy modell, ami valamennyire működik, de nem tökéletes, ugyanis elvileg 1 kilométer vastag globális ilyen széndioxid tartalmú kőzetekből álló burok kellene, ami egyéb dolgok miatt mégsem elég, hogy fenntartsa ezt a légkört, tehát a légkör gázmennyiséget ilyen hőmérséklet nyomás viszonyok mellett fenntartsa. A másik probléma a kén-dioxid, hogy ez a modell nem tud számolni a kén-dioxiddal igazán, túl sok kén-dioxid van a légkörben, ezért aztán kitalálták hát természetesen egy másik modellt. Ja igen, még egy dolog, ennek a hátránya, hogy a számítások arra utalnak, hogy akkor nincs egyensúlyban a bolygó, tehát éppen egy ilyen globális nagy széndioxid kibocsátás során lehet, amikor egyre több gáz szabadul fel a felszínéről. De ez csak egy modell. A modelleket nem szabad teljesen elhinni. A másik az úgynevezett pirit modell, vasszulfidos modell, ami pedig a kénnel számol, meg még egyéb vasoxiddal. Ez a két ásvány, egyiket sem észlelték még a felszínen, ami nem meglepő, mert szinte semmit nem észleltek, majd látni fogjuk, ez nagyon érdekes. De a számítások alapján előfordulhat, és ez a légköri kén-dioxid tartalmat kontrollálja, ugye ezt tud kiválni a felszínre, vagy ebből az ásványból ezt tud felszabadulni. Kén-dioxid fontos, mert egyrészt üvegházgáz, másrészt, ha kiválik ugye kénsav cseppeket alkotva, aeroszolt kép, ez akkor felhőt alkot a Vénuszon, és azzal ugye nő az átlátszatlanság. Ez meg tudja magyarázni a kén-dioxid jelenlétét a légkörbe, de érdekes kölcsönhatásokra utal. Mondjuk, ha melegszik a bolygó, akkor a felhők sűrűsödnek, ettől nő az albedó, világosabb lesz a Vénusz, és több fényt ver vissza, tehát végül is hűlni akar szegény. Tehát ilyesmi. Ez egy ilyen rövid összefoglaló dolog erről a kaotikus ilyen kémiai légkör kapcsolatról, hogy nehéz modellezni, de most úgy néz ki a modellek alapján, hogy valószínűleg egyrészt a Vénusz jelleg egy közel stabil állapotban lehet, ugye az instabilabb nem tetszett a szakembereknek, de az fontos, hogy egy-egy vulkánkitörés, ha történik, az jelentősen megnövelheti a légköri kén-dioxidot, az pedig az üvegházhatás, meg a felhők sűrűséget, meg az albedót, tehát bonyolult az egész. Amit még feltételeznek, egy kicsit más dolog, de valamiért ideírtam, az a éghajlat és a felszínfejlődés közötti kapcsolat. Ennek az a lényege, hogy az előzőek szerint néha mondjuk melegebb a Vénusz, akkor a felszín elkezd tágulni. A tágulás nyomán ugye a kőzetek egymást összepréselik, ugye egymásnak feszülnek, és akkor deformálódni fognak, és akkor mindenféle érdekes felszíni alakzatok keletkeznek. Például helyen hegygerincszerű vonulatok. Ez ugye rettentő fura dolog, és nagyon szokatlan. Ez magyarul azt jelenti, hogy mondjuk az éghajlat megváltozása, az deformálja a felszínt, és mondjuk egy hegyet tud csinálni, még ha csak piciben is. Ez nagyon érdekes, a Földön ilyenre ugye nincsen példa, közvetlenül ugye nincsen.
A Vénusznál az elvben modellszámítások alapján elképzelhető. Még néhány érdekesség a légkörrel kapcsolatban. Ugye van itt hidrogénklorid, kén-dioxid, meg ez a furcsa oxigén-szén kémből álló anyag. Ezek különböző aeroszolokat alkotnak. Itt látszik egy ilyen függőleges aeroszol sűrűség, vagy több ilyen sűrűségdiagram, itt van a felhőszint. Itt is a felhőszint látszik. Ez pedig itt egy hőmérsékleti görbe. Ez Kelvinben van, tehát 700 Kelvinnél is magasabb a hőmérséklet. Ez pedig itt a nyomás. Érdemes megjegyezni, az atmoszféránál egy atmoszféra az itt van, ugye? Tehát körülbelül ez az a légköri nyomás szint, amelyik itt a Föld felszínén, most itt ebbe a terembe van, ami kb. 50 kilométeren van. Ez ugye az elég durván hangzik. Tehát benne vagyunk a kénsav felhőkben, 50 kilométeren, ahol olyan nyomás van, mint itt a Föld felszínén, és hogyha levezetjük a hőmérsékletet, az pedig mondjuk ilyen 350-400 Kelvin körüli. Tehát az még mindig elég meleg, de ha felfele haladunk még kisebb légnyomású területekre, akkor találunk olyasmit, ahol a Föld felszíni hőmérséklet van, de ott már egy kicsit kisebb a légnyomás. Tehát ami főleg szemcséket alkot, ugye az a H2O meg a kén-dioxid, ami aztán kénsavat képez, és ez alkotja gyakorlatilag a felhőket, valamint a felhők feletti ködöt, tehát H2O meg kén-dioxid. Ezek reagálnak egymással, alkotnak felhőt, aztán magas hőmérsékleten lebomlanak. Ugye amikor elkezd esni az eső, akkor lefele megy a kénsav, melegszik, ugye egyre melegebb környezetbe jut, diszociál, és akkor ugye kibocsát kén-dioxidot, meg valami hidrogén, meg egyebek lesznek, és aztán az egész újra kezdődhet. De milyen a felszín, hogyha a légkör alá le tudunk nézni? Igazából elég kevés mérés van erről, ugye néhány Venera, meg két Vega szonda élte túl, meg egy Pioneer Venus élte túl a leszállást, tehát ha orosz-amerikai relációt kéne húzni, akkor én nem tudom már fejből, de kb. 6-1-hez arányba, vagy 5-1-hez arányba verték meg az oroszok az amerikaiakat, ami érthető is, ugye, mert magas hőmérséklet, nagy légnyomás, tehát ilyen borzasztó monstrumokat kell építeni, hogy azok túléljék, az oroszok pedig csak azt tudtak, tehát egyből. Hát egyből nem sikerült, mert először összenyomódtak azok is a nagy nyomáson, hogy mentek lefele, de rájöttek, hogy mi a baj, ezért még jobban megépítették a vasacél országának a dolgait, és ezért túlélték a szondák. Amikor leszálltak, ugye készült néhány felvétel, itt van egy színskála, most hát ki tudja már, hogy az mennyire igazi, meg milyen volt eredetiben, de az a lényeg, hogy nagyjából ez valamilyen korrigált színes fotó, tehát kb. A színviszonyok, azok nagyjából ilyenek lehetnek a Vénuszon, mint ezen a fotón vannak, de igazából ezt nagyon nehéz megállapítani. A Marsnál erről rettentő sokat vitatkoztak, hogy most azok a fotók, amiket látunk, mennyire élethű színeket ábrázolnak, ezekről voltak viták, főleg amikor látszott, hogy kék színű naplemente is van a Marson, az nem lehet, aztán kiderült, hogy de, mert az a por miatt van, meg szóródási jelenség, stb. Na mindegy. Tehát a Vénuszon ilyen tájkép tárulna elénk, hogy azt szokták mondani, fényviszonyok, ezt is mérték konkrétan, a Földön egy borult napnak felelnek meg, a mai nap az nem volt teljesen borult, tehát kicsit jobban világosabb volt nálunk, mint a Vénuszon, pedig ugye közelebb van a naphoz, de láttuk 2-3%. Igen, igen. Tehát ugye nagyon sötét van. Hát homályos állapotok vannak a felszínén. Az első szondákra még raktak lámpát is. Tulajdonképpen ők levilágítottak, hogy arra gondoltak, lehet, hogy tényleg tök sötét van, akkor legalább lássuk, hogy mit fotózunk. A legelső az egyiknél azt hiszem a kamerára ráolvadt a sapkája meg, tehát ilyenek, ilyen, tehát tényleg nehéz azért ilyen strapabíró üreszközöket csinálni. Az égbolt állítólag narancssárga, ha az ember mondjuk egy ejtőernyővel ereszkedne, akkor először magasan természetesen kék, aztán szép lassan átmegy ugye ilyen sárgás színűbe. Ami érdekes, hogy a nap helyzete nem állapítható meg, tehát elvileg nem látszik a nap a Vénuszról, úgy néz ki ma, ami azért is furcsa, mert olyan nagy a légsűrűség, hogy annyira nagy a törésmutató, hogy gyakorlatilag a nap, ugye nálunk a refrakció miatt egy picit ellapul a nap, a Vénuszon egy ilyen széthúzott kis sáv lenne gyakorlatilag a napból, csak hát nem látszik, mert annyira átlátszatlan a légkör.
A látótávolság 2-3 kilométer körüli, és itt egyébként bejönne nekünk az, ami az Egér a Marson című mesében látszódott régen, talán emlékszünk rá, hogy a Mars az nagyon erősen görbült, ugye? Mindig látszott így, és az alatt, a fölött ment az Egér, és akkor tényleg görbült a Mars. Hát a Vénuszon lenne valami ilyesmi, a fénytörés annyira nagy a nagy légsűrűség miatt, hogy elvileg az ember mindig úgy érezni, mintha egy dombon állna. Tehát mindenhol lefele lenne, és menne, és akkor mindenhol mindig lefele lenne. Vicces volna. Még egy dolog, amit senki nem ellenőrzött, de mindenki szokott hangoztatni, hogy éjszaka a sziklák sötétvörösen izzanak a magas hőmérséklet miatt, ez ugye függ az összetételtől, 460 fok, nagyjából ki lehet próbálni egyébként, hogy ott mondjuk mi ízik 450 fokon vörösen. Na, persze, nyugodtan kérdéseket. De az a sűrű levegő, az nem megemeli, és mintha egy tál alján állnál. Én úgy emlékszem, úgy olvastam, hogy a sűrű levegő, egyébként ezt is olvastam, igen. Úgyhogy nem tudom. Tehát igazából, mert ugye... Ki fölül ritkább, lefele sűrű. És akkor lehet, tehát olyan dolgok is a szemedbe jutnak, amik különben alul lennének. Magyarul megemel mindent, hát a napot is megemeli. Igen, igen, ez egy jó. Akkor nem, akkor... És akkor mindig egy tálba áll. Igen, akkor rosszul mondtam. Mert ezt most csak így gondolom. De igazad van, én is most így gondolom, mert antiegér a Marson. Antiegér. Mert a refrakció is ugye a horizontot emeli nekünk egy picit, és akkor még nagyon, tehát akkor többet egeri, többet emeli. Tehát igazából az lenne, hogy depressziós egér a Marson, depressziós egér a Vénuszon, mert ugye tálalján nagy nyomáson örökké bezárva mindenütt fölfele. Persze a kérdés, hogy mennyivel, de valójában. Köszönöm, ez pont fontos kiegészítés volt, hogy elképzeljük azt, hogy milyen borzasztó lenne ott. Mit látnunk, mit láttak a szondák? Az látszik, hogy a kődarabok azok általában ilyen kerekítetlen, szögletes töredékek. Most egyébként van még jó pár felvétel. Kicsit eltérve, valamelyik egyébként kerek kavics is van, vagy kavics alakzat. Úgy néz ki, hogy a mechanikai eróziónak a nyomai látszanak, sok helyen ilyen lapos, hámlásos formák figyelhetőek meg, ezek a Földön is előfordulnak, és ez a finom törmelék takaró, ez sok helyen jelen van, ez földi radarmérések alapján is, vagy a Magellan radarmérései alapján is megállapították. Ez az egyik, vagy az egyetlen felszíni változásnak a nyoma, amikor 8 hónap különbséggel szintén az amerikai Magellan űrszonda radarral észlelte ugyanazt a területet, és ott látszott, hogy 8 hónap különbséggel valami innen leomlott ide. Tehát valami kis változás történt ilyen rövid idő alatt. Tehát valami azért ott változás azért most is van. Ami egy nagyon kevéssé ismert terület, az a felszíni összetétel. Nagyon kevés adat van. Ugye a Venera meg a két Vega szonda leszállt, ott mértek rádióaktivitást, meg még néhány egyéb dolgot, és nagyjából az volt a becslés, hogy körülbelül a földi bazalthoz, tehát egy elterjedt vulkáni kőzethez hasonló lehet jelen, bár ebben nem kis szerepet játszott aztán később az, hogy látszott, hogy tényleg tele van vulkánokkal a Vénusz felszíne. Még lehet modellszámításokat is végezni, hát itt néhány triviális dolog van, hát hidratált ásvány nincsen, mert ugye 460 fokon persze, nem kell meglepődni. Hogy a mállás mennyire erős, ilyen hőmérsékleten, az is egy érdekes dolog, megint csak különbözik a Földitől. Történtek becslések, hogy viszonylag fiatal lávafolyások, azok nem látszanak mállottnak, de ez igazából részben azzal kapcsolatos, hogy nem látszik mállottnak, ezért fiatalnak, szóval ez egy bonyolult dolog. A lényeg, hogy leszálló egységek régen voltak, azóta semmi nem szállt le a Vénusz felszínére. Ami most a Vénusz körül kering, ugye az a Vénusz Express, aminek van egy detektora, Virtis, amelyik az infravörös egy részében, a közeli tartományban egy picit lelát. De nagyon homályosan lát le, mert kb. 100 km a felbontás, amit ő le tud, amekkor a felszíni alakzatokat el tud különíteni. És ha elkészítenek a Virtis észlelésekből ilyen térképet, hogy mondjuk hogyan sugároz infrába a felszín, akkor az először is azzal korrelál a hőmérséklet, hogy milyen magas az adott terület.
az egy dolog. De aztán, hogyha részletesebben vizsgáljuk például az emisszivitást, hogy adott hőmérsékleten mennyit, milyen energiájú sugárzást bocsát ki az anyag, akkor már érdekesebb a dolog, mert akkor a geológiai egységekkel is elkezd korrelálni, ami a részben, ami arra utal, hogy az összetétel függvényében változik az infravörös sugárzás kibocsátó képessége a felszínnek, ami sok mindentől lehet, egyrészt lehet attól, hogy mondjuk más az összetétele. Mondjuk a bazalt másként sugároz, mint a gránit. Ugye itt kisebb az emisszivitás. Az is lehet, attól is előállhat, hogy más az élet kora, a kora az adott felszínformának, mondjuk egyik ott van már 1 milliárd éve, másik csak 500 000 éve, vagy csak 10 millió éves, az nem tudott annyira átalakulni, mert mállik az egész, de hogy hogyan, az persze senki nem tudja. Na mindegy, ezekre majd még visszatérünk, azt érdemes megjegyezni, ezt a világos részt, ez egy úgynevezett tessera, ennek nagyon gyenge az emisszivitása. Á, most jön egy videó. Ha megtalálom. Más a felbontás, kicsit nehéz. Ezen most a Vénusz felszíne fölött fogunk repülni képzeletben. Ez a Magellán radarmérések alapján elkészített ilyen domborzat modell, meg felszín érdesség modell. Tehát igazából természetesen mesterségesen van színezve, ugye radarnál nincsenek színek. Amit látunk, világosabb részeknek, azok többnyire erősebb radar visszaverő képességű területek. Tehát vagy arról van szó, hogy érdesebb, vagy pont jó irányba állt, vagy pedig a felület, vagy pedig másfajta az anyaga. Tehát tulajdonképpen elég sok lehetőség van. De hogyha ezt mondjuk a radar hullámok késési időtartamával összevetjük, nyugodtan tessék jönni, akkor meg lehet becsülni, hogy milyen messze volt a szondától az adott felszínforma. És hogyha gyorsan visszajött a radarhullám, akkor tudjuk, hogy hoppot volt, akkor tudjuk, hogy kiemelkedés volt, ha ki lassan jött vissza, akkor ugye bemélyedés, tehát látható ez. Azt minden esetre egyrészt nehéz megmondani, hogy tényleg mit látunk, viszont az biztos, hogy nagyon sok mindent látunk. Ugye ez egy jó mondás, tehát a felszíne az érdekes, tel is tele van mindenféle változatos alakzattal, itt megint egy gyenge radar visszaverő képességű terület van, itt valami. Itt egy ilyen árok, itt vannak ezek a palacsinta vulkánoknak nevezett furcsa dolgok, persze senki ne akarja őket megkóstolni, meg rettent, tehát egyrészt forróak, másrészt nagyok, de valószínűleg már úgymond kihűltek, csak éppen arról, ja még nincs vége, bocsánat, arról van szó, hogy ez a hűlés, ez csak 460 fokig zajlik, látszik néhány hegy a távolban. Itt ezek lávafolyások lehetnek. Vagy nem. Ugye? Jó mondás. Valószínűleg azért igen, mert most vulkánom most mi más lenne. Na jó, de ne ezzel töltsük itt az egész napot. Csak ízelítőként. Ez volt a videó. Na akkor nézzük meg, hogy ezek alapján, a radarmérések alapján hogyan néz ki a bolygó. Hogyha elfújnánk a légkörét, és most nem narancssárgára színezzük az egészet, ami egy feltételezett ugye, ottani látvány lenne, hanem színmagasság szerint ábrázoljuk, tehát tulajdonképpen a legmélyebb területek a sötétkék vidékek, aztán megyünk fölfele zöld, sárga, és végül vörös, meg legvégül fehér, ugye, amit itt megszoktuk nagyjából a Földön színkulcsnak. Ha megnézzük, ugye, akkor azt látjuk, hogy hát sok minden van rajta a Vénuszon, de például nem úgy néz ki, mint mondjuk egy földbolygó, ahol látjuk, hogy nagyon határozott egy Észak-Amerika, egy Dél-Amerika, egy Afrika, tehát nagyon határozottan ugye kiemelkedik az óceáni aljzatból a kontinenseknek az anyaga. Viszont nagyon sok vonalszerű alakzat van, amelyek gyakran görbülnek, és bizony sok esetben egymáshoz kapcsolódnak, hatalmas összefüggő ilyen pókhá, vagy hát részek pók által szőtt hálóra emlékeztető furcsa alakzatot csinálnak. A maximális szintkülönbség az 13 km, ugye kicsit kisebb, mint a Földön,
ugye ez a Maxwell-hegység itt van a legmagasabb pont a bolygón. Nézzünk konkrét a balagzatokat, ezt láttuk az előbb is, meg egy ehhez hasonlót. Nagyon sok vulkán van a bolygón, mindenféle méretben gyakorlatilag, tehát néhány száz méteres domtól egészen az óriási 100 kilométeres vulkánokig, mármint átmérőben. Itt felülről látunk egyet, és itt figyelhetők meg a sugárirányú lávafolyások, ezek már jól magasból nézve tényleg jól látszik, hogy ezek tényleg lávafolyások lehetnek. Nagyon sok helyen megtalálhatóak a vulkánok, de egyébként ez nem jó mondás teljesen, mert a szinte mindenhol az nem igaz, ugyanis a legmélyebb területeken alig vannak vulkánok, vagy nincsenek. Tehát nagyon érdekes, a magassággal korrelál, tehát nagy mélységben nem nagyon keletkeznek, nem nagyon látszanak vulkánok a Vénuszon. Még néhány további érdekes vulkáni alakzat, itt picike vulkáni kúpok vannak, ezeket dombmezőknek, vagy másokat pajzsmezőknek neveznek. Itt ilyen hosszanti repedés van, ahol kifolyt oldalra a láva belőle. Ezek pedig beszakadt lávacsatornák, vagy magmakamrák, amelyek szépen meandereznek ugye a bolygó felszínén, nagyon hosszú, nagyon nagy távolságot tudnak megtenni a leghosszabb lávafolyások, több ezer kilométert is, ugye ez rettentő érdekes. Mindjárt erre is rátérünk. Mi az, amit feltételezni lehet a Vénuszbeli vulkanizmusról? Ugye nagy meleg van, nagy a szárazság, nagy a légnyomás. Ezúttal arra, hogy valószínűleg nem robbanásos vulkánkitörések vannak. Ugye a robbanásos vulkánkitörés akkor történik, amikor a magmában ugye kis gázbuborékok különülnek el, és azok tágulnak, és aztán robbannak. Hanem olyasmi van, mint itt a tenger alatt, tehát nagy mélység, mondjuk 3 vagy 4 vagy 5 kilométer mélyen a tenger felszín alatt, hogy akkor a hidrosztatikus nyomás a vulkánon, a magmán, hogy az nem szeret robbanni, hanem hígan folyik. Bár egyébként ez sem teljesen igaz, de mindegy. Itt van, hogy mélyen kevés vulkáni alakzaton, ez feltetőleg azzal függ össze, hogy a nagy légnyomás miatt ott valamiért nehezebben tud elkülönülni a magma olyan komponensekre, hogy aztán a kisebb sűrűségű még magasabbra akarjon menni és kitörni a felszínre, de ez sem annyira biztos. Nagyon hosszú lávafolyások vannak, mint itt is látunk egyet, kettőt. Ezeket a mai napig nem értik teljesen, azt feltételezték már korábban először, hogy nagyon híg, gyors mozgású láváktól keletkeztek, mint a víz, úgy folyhattak. Ez utal valamiféle összetételre, a nagyon úgymond primitív lávák tudnak nagyon gyorsan vagy hígan folyni. Igazából jött egy ilyen ötlet, hogy azért folytak ilyen hígan, mert a Vénuszon annyira meleg van, 450-460 fok. Na jó, de 460 fok igazából ugye nem elég egy lávának. A 460 fokon kitörő láva az már ilyen dácitos láva, az már szinte csak törik, nem folyik. Mondjuk a bazalt, akkor folyni tudna hígan, az viszont 1200 fok. Tehát hiába tör ki 1200 fokon, hogyha 460 fokig le kell hűlnie. Az a kérdés, hogy mennyi idő alatt hűl le, ebben érdekes paradigmaváltás volt az elmúlt években. Azt gondolták először, bár meleg van a Vénuszon, de 460 fokig nagyon gyorsan fog lehűlni a láva, mert annyira sűrű a légkör, hogy el tudja vinni a hőt. Ugye gyors konvekcióval sok légkör, sűrű gáz, sok hőt viszel. De aztán valaki kiszámolta, hogy hoppá, igen, de annyira rossz az infravörös átlátósága, hogy igazából emiatt összességében mégis lassabban fognak hűlni a Vénuszbeli lávák, mint mondjuk a Földön. Hát igen, most itt ott tartunk, hogy ez feltételezik, a modellek erre utalnak, de hogy tényleg pontosan miért, mennyire volt folytak hígan azok a lávák, azt nem tudni. Ha megnézzük a vulkánok területi eloszlását, itt látszik egy kis diagram, ezek a fehér pöttyök mutatják a vulkánokat, ez nagyon látványos, tulajdonképpen semmit nem mutat, bármint azon túl, hogy itt valamilyen Afrodité Terra környékén, ilyen kaotikus, épp hogy mellette, egy ilyen nagy, tehát ott van egy terület, ahol sokkal több a vulkán, mint máshol, de igazából nincs nagyon erős tendencia. A Földön ugye a vulkánok azok nagyon szépen vonal mentén koncentrálódnak, néhány százaléknyit elfelejtve, mivel lemezhatárokhoz kapcsolódnak. Már ez arra utal, hogy a Vénuszon valószínűleg nincsenek olyan lemezhatárok, mint a Földön.
a kőzet lemezek között. Igen, ja, itt is ugyanaz van. Ha pedig nincsen globális lemeztektonika, akkor csak vulkanizmussal adja le a hőt a bolygó. Hát ez egy feltételezés. Ami nagyon érdekes dolog, ugye itt látszik, ez egy szép fantáziarajz. Hát, ha valaki addig élt, vagy olyan boldog tudatba jött néhány másodpercig, amíg nem szóltam, hogy ez a Vénuszon készült fotó, hát sajnos nem, ez egy fantáziarajz. Nem is nagyon lehetne ilyen szépen látni, ugye 2-3 kilométer látótávolság van. Nagyon régóta vadásztak vulkánkitörésre, amit eddig sikerült megállapítani ezzel kapcsolatban, a légköri kéntartalom, ami főleg ugye jó részt vulkáni eredetű lehet, de nem biztos, de talán, az néha erősen változik. De igazából ezt nem nagyon tudni. Tehát ez még csak egy ilyen utalás. A másik dolog, hogy feltehetőleg rövid idő alatt eltűnne a légköréből a kén, ugye a felszínnel reakcióba lépve gyorsan kiválna. Ha nem lenne utánpótlás, talán van. Vagy valaki rosszul számolta a modellt. Igen, tehát itt sajnos tehát ennyire tényleg kevés a egyértelmű dolog. Ami szintén egy bizonytalan, de nagyon érdekes, hogy a Venus Express, meg mindig a Virtis detektornál tartunk, az három vulkánnál, vagy három vulkáni lávafolyásnál azonosított olyan infravörös sugárzás kibocsátás jellemzőt, ami arra utal, hogy nagyon eltért a környezetétől. Feltehetőleg a környezet az idős, ott is sok lávafolyás volt, és elmállott, már átalakult. Ezek viszont fiatalabbak, tehát hogy kevésbé mállottak, tehát fiatalabbak. Erre is történt egy becslés, ami arra utal, hogy feltehetőleg néhány millió évnél nem idősebbek ezek a lávafolyások, tehát viszonylag fiatal vulkanizmus lehet, de ugye erre csak közvetetten az abból tudtak következtetni, hogy a láva folyás területe az annyira nem mállott el. Akkor nézzük a tektonikus alakzatokat, hogy mit tudunk megfigyelni. Úristen, közben mindjárt egész van. Tehát amit tudunk, hogy kb. Akkora bolygó, mint a Föld, kb. Annyi belső hőjelet, mint a Földnek. Tehát annyi aktivitást is várunk rajta. De hát nem biztos, hogy az van. Először is nincsenek olyan látványos lemezhatárok, mint a Földön. Ha van is lemezmozgás, nem nagyon jelentős. Itt látszik például olyasmi, hogy hol történt lemezmozgás, vagy nem lemezmozgás, hanem ilyen tektonikus, tágulásos folyamat. Itt van néhány keresztszelvény, ennek a területnek a keresztszelvénye, ami alakjában a földi óceán közepi hátságokra utal, ahol középen tágulás van, és egy nagy hasadék vagy keletkezik, és íme, hopp, itt van pont egy kráter, amit ketté vágott, ez a repedésvölgy, és el is távolította ezt a két részt egymástól. Látszik, hogy ez csak úgy illeszthető ide, hogyha szépen visszatolnánk. Becsapódásos kráter? Igen, igen, becsapódásos kráter. Van egy szép központi csúcs, az egész ketté alatta megnyílt a Vénusz. Mindenféle egyéb gyűrődéses deformációk vannak a felszínen. Ezeket is próbálják magyarázni azzal, hogy hát esetleg régen hűvösebb volt, aztán most melegebb lett, ezért tágult, ezért meggyűrte önmagát. Szóval nagyon ilyen furcsa dolgok vannak. Általában azzal számolnak, hogy képlékenyebb ez a kőzetburok, mint a földi, legalábbis a felső részét tekintve. Hátság az nagyjából ez, tehát vannak olyan területek a Vénuszon, amelyek arra utalnak, hogy ott a hatalmas repedésvölgyekben tágulás zajlik, és feltétlenül anyag áramlik föl, de ezek mégsem úgy néznek ki, mint a földi óceán közepi hátságok. Vannak olyanok is, ez egy domborzat modell, itt meg a keresztszelvény néhány része, ez a Diana meg a Dali völgyek környéke, ahol azt látni, hogy egy mély árok van, aztán egy magas hegyvonult, aztán visszajön a felszín. Itt is, itt még itt is, aztán itt meg még bonyolultabban. Ebből jött az ötlet, hogy ezek olyan területek lehetnek, ahol szubdukció zajlik, tehát a kőzetburok az itt két darab egymással ütközik, és az egyik a másik alá bukik gyakorlatilag. Erre is van még más, ilyen finomabb jelzés is, ami erre utal, de igazából nem egyértelmű az eredet. Nagy kérdés ugye egy bolygón, hogy vannak-e tektonikus eredetű hegyek, a Földön van ugye Himalája, stb. Nagyon sok szép tektonikus hegy van, sőt a hegyek nagy része tektonikus, kivéve néhány vulkánt. Ez megint egy fantáziarajz, ez meg itt a Vénusz északi féltekének a pólus környéki része, ez egyébként ez egy érdekes terület, ez a Istár Terra, itt van a Maxwell-hegység. Ezt egyébként tektonikailag a tibeti platóhoz szokták hasonlítani, ahol szintén egy ilyen nagy rideg kőzet blokkra
gyűrődött rá a környezetéből jó pár terület, ha egyszerűen fogalmazunk, és ezért ez a Danu, Akna, Freja, stb. Hegyek ilyen magas lánchegységekhez hasonlóan szegélyezik ezt a területet. Itt egyébként itt is belül persze vannak vulkánok, azokat nem zavarja. Ja, ez mind ide van írva, jaj, de jó, igen. A viszkózus elernyedés egy nagyon szép kifejezés, kár, hogy nem az van idézőjelben rakva. Az olyasmi tulajdonképpen, hogy minthogyha mondjuk egy gyurmát az asztalra rakunk, és ott hagyjuk mondjuk 2-3 ezer évig, vagy ilyesmi. És hogyha olyan a hőmérséklet, akkor bár most egybe marad, azért néhány ezer év alatt elfolyik. Vagy mondjuk a bitumen kalapáccsal törhető, de néhány év alatt ugye szépen szétfolyik szegény lassan. Vagy az ablak is ugye 5000 év alatt lefolyik. Tehát ez a viszkózus elernyedés, ez amikor valaki nagyon unatkozik, és akkor így elfolyik. Ez megint csak egy modellszámítás, ami arra utal, más modellek is vannak szintén, hogy valószínűleg ilyen aktív folyamatok ma is történnek, különben lepulna az egész. Talán a legérdekesebb a tesszeráknak nevezett alakzatok, ez orosz szó. Itt látszik az alfa régió, amit először figyeltek meg földi radarmérés alapján, azért nevezték ugye fantáziadúsan alfa régiónak. Ezek a környezetükből kiemelkedő, néhol elég nagy területű vidékek, amelyek felszíne tel is tele van gyűrődéssel, töréssel. Tehát egy kiemelkedő valami, ami valószínűleg vastagabb is, ugye, a környezeténél, ami össze van töredezve. Az egyik gondolat, hogy kompressziós kivastagodás, ugye, mint például egy földi kontinens, ahol van kémia is, persze, egy kémiai differenciáció is, tehát itt összegyomódik, összetörik, és valamiért kivastagszik. Hát ez érdekes, persze az ellentétet is már is lepublikálták, de ami érdekes, majd mindjárt, majd később lesz, majd akkor arra, nem, most megyünk oda, gyorsan, bocsánat, nem, akkor ledezek minden poén. Jó, most tényleg gyorsan kell, de nem, majd visszatérünk ennyire. Hogy igazából ezek voltak azok a tesszerákkal, mondtam, hogy a infravörös sugárzás alapján az összetételük inkább a gránithoz, mint a bazalthoz lehet hasonló. A gránit ugye az egy erősen differenciált kőzet, azt tudjuk, az akkor keletkezik, amikor a Földön, mondjuk, hogyha lebukik egy lemez, akkor vulkanizmus lesz, akkor differenciálódik az anyag, abból kérek keletkezik, aztán az még egyszer lebukik, esetleg még differenciálódik, és akkor a végén, ami bazaltból indult, abból esetleg gránit lesz, tehát a gránit az egy nagyon átalakult, fejlett, differenciált kőzet, és úgy néz ki, hogy ezek a kiemelkedések lehet, hogy gránitos, úgymond granitoid összetételűek, ami tökéletesen beleilleszkedik a képbe, mert ha a Földön volnának a kiemelkedések, akkor ilyennek kéne lenniük. Most a Vénuszon vannak, ez egyébként egy rettentő bizonytalan, vagy tehát szóval nem a legbiztosabb megfigyelés, de tulajdonképpen több egymástól független ilyen modell közelítés is ehhez vezetett. Majd később erre visszatérünk, de most már tényleg akkor gyorsabban fog menni. Ezek a híres neves koronák, ugye a Vénuszon, a keresztmetszetük nagyjából ilyen, mint egy földre lerakott koronáé, kerek, de van egy pereme, peremi árok, meg peremi emelkedés. Igazából a legelterjedtebb modell, de itt is valószínűleg a különböző méretű koronák más-más modellel magyarázhatók, főleg a legnagyobb meg a többi, hogy egy nagy magma benyomulás történt, attól lett egy felboltozódás, aztán vulkánok törtek ki, meg folytak a lávák, az itt nincs feltüntetve, aztán az egész magmakamra kiürült, meg megszilárdult, lehűlt, összezsugorodott, és akkor besüllyedt az egész. Ez egy nagyon egzotikus dolog. A Földön is van hasonló alakzatnak a nyoma, nagyon régről, de igazából nem nagyon van a Földön ennek tényleg megfelelője. Ami furcsa dolog, az úgynevezett magashegyi fagytakaró, itt idézelve van a fagy, ez 3 kilométeres magasság felett figyelhető meg kb. Ez itt a pereme. Ezek itt mélyebb részek, ez itt magasabb rész. Itt a kráter megint mélyebb, mert ugye mélyedés. Ez a Kleopátra nevű kráter itt a Maxwell-hegység közepén, hogy ezeken a területeken sokkal jobb a radar visszaverő képesség. Képzeljük el, mintha egy műholdal a Földet néznénk, és a hegyek tetén a hó ugye visszaveri a napfényt, nagyon egyből ott fehér, vakító világosság lesz. Radar szempontjából itt is van ilyen, de ez ugye nem hó, hanem magas fémtartalmú ólomszulfid, bizmut, stb. Egyéb anyagukból álló
réteg lehet, tehát tulajdonképpen ezeknek a Vénuszbeli hegységeknek egy fém sapkája lehet. Ami ugye radarra látszik. Hát a valóságban, hogy oda menne valaki, mi látszik, azt nem tudjuk. Kráterek. Nagyon sűrű a légkör, kevés meteorikus test ér le. Ha viszont alacsonyan robban föl, akkor gyakran egy ilyen sima területet hoz létre, sőt van, ahol csak ez van, mert kráter nincs, aztán valamikor széttörik a test több darabra, mert nem jut le, hogy a légkör nagy sűrűsége miatt, ugye nagy a ránehezedő légellenállás, széttörik, stb. És vannak még érdekes folyásos alakzatok is mindjárt itt. Ugye megolvadt az anyag, és szépen lefolyik lejtő irányba az olvadék. Ugye rettentő látványos. Visszaúrunk egy picit. Ami nagyon fontos, a kráterek közül nagyon kevés olyan van, mint amire itt látunk két példát. Ez tektonikusan ketté lett szedve, ez pedig láva feltöltötte itt belül. Nagyon ritka az olyan kráter, ami átalakított. A legtöbb kráter az szép, érintetlen a Vénuszon. Itt is van egy szép folyásos lebeny, ez erre folyt le. Még egy érdekes dolog, a sötét haló, vagy sötét ilyen parabola a kráterek közül, körül, ami általában balra nyílik. Ennek az a lényege, hogy valószínűleg az egyes becsapódásoknál a kirepülő törmelék, az főleg hát fiatal becsapódásoknál látszik, csak ez az időseknél már nem látszik, az lerakódott és visszahullva, ugye finom porral betemette a területet és simábbá alakította, és ami fontos, hogy ezek a parabolák nyugat fele nyílnak, gyakorlatilag mind, mert arra fúj a szél. Tehát tulajdonképpen jó nagy robbanás történt, kirepült a finom törmelék, ha tényleg nagy volt a robbanás, akkor többször 10 kilométerre is, meg ugye sűrű a légkör, viszi magával az anyagot, és lehullott ilyen parabolákat alkotva szépen. Ezek viszonylag fiatal alakzatok a Vénuszon, ezek a parabolás kráterek. Erre már az előbb eljutottunk. Ugye amit fontos, hogyha ezek tényleg gránitból vannak ezek a tesszerák, akkor ezek ugye erősen átalakult kőzetek, a Földön ilyesmi szubdukcióval keletkezik, ahhoz pedig általában víz is kell, különböző kémiai modellek alapján, meg stb. Illetve lemeztektonika sem árt, amikor az egyik lemez a másik alá tud bukni. Tehát, ha valaki nagyon egyszerűsíti a dolgot, akkor azt lehet mondani, hogy a tesszerák léte arra utal, hogy a Vénuszon egykor víz és szubdukció, meg lemeztektonika volt. Na jó, mert úgy értem, annak a léte, hogy gránitból állnak. Ez egy modell, amit szeretnének majd pontosítani a jövőbe, egyelőre nem tudni, hogy tényleg így van-e. Na és lassan tényleg a vége fele közelítünk. Nézzünk befejezésként egy ilyen fejlődés történeti összefoglalást. Érdekes ábrák, ugye a Föld meg Vénusz összehasonlítás, mindjárt meglátjuk. Egyik fontos dolog, a felszínen ma megfigyelhető alakzatok az utolsó 10-15%-áról adnak tanulságot a bolygó fejlődés történetének, tehát a viszonylag fiatal dolgokról. Amiről tudunk, hogy mi a Vénusz és a Földhöz hasonló összetételű bolygó, és hasonló méretű, hasonló tömegű, van főleg a többiekhez képest, és a naptávolsága is csak kicsit kisebb, de a mai modellek alapján azért, mert közelebb volt a naphoz, valamint erős vulkanikus aktivitás volt rajta, ami persze a Földön is lehet, hogy volt, sőt valamennyire volt, tehát ez már egy bizonytalan dolog, ezért az esetleges ősi vize, ami egyébként nem biztos, hogy volt, de ebben nem menjünk már bele, mert valószínűleg azért volt, de ez itt bonyolultabb, itt a bolygócsíráknál a becsapódási gyakoriság, meg méreteloszlásnak vannak új eredményei, mindegy. Ha volt is vize, az jó részt elpárolgott, amiatt magas hőmérséklet alakult ki, és tulajdonképpen olyan sok vizet veszíthetett légköri, tehát a légkörön keresztül a világűr fele, főleg mert a H2O lebomlott és a hidrogén elment, amelynek nyomán nem voltak már egy idő után óceánok a felszínén, ha eredetileg egyáltalán voltak, ezért nem tudott a vízön a légköri kén-dioxid oldódni és kicsapódni üledék, karbonátos üledék formájában. Tehát a Földön a földi légköri, egykori esetleges légköri szén-dioxid az nem is tudott feldúsulni olyan nagy mennyiségben, mert itt van nekünk ugye a mészkőhegyeinkben szépen lent mindenütt a Földön. Azonban a Vénuszon nincs ilyen, valószínűleg, hanem a légkörben maradt, attól erősödött az üvegházhatás, még melegebb lett, és így tovább egy ilyen pozitív visszacsatolás jött létre, és
ez az, amit nagyon egyszerűsített modell szerint szoktak felhozni, arra annak magyarázataként, hogy miért van ennyire meleg a Földön, mindez azért nem történt meg, mert kicsit messzebb volt a naptól, meg a diszociációt szűrő UV-sugarakat szűrő ózonpajzs is korán kialakult, meg stabilan víz volt nálunk. De hogy ebből ez mennyire tényleg így van, ez egy nagy kérdés. Ha konkrétabban akarjuk a felszíni fejlődés történetét venni, akkor ennyire nem kell belemenni, mint amennyire itt le van írva. Talán a lényege az egésznek, hogy legidősebbek ezek a tesszerák. Ezek idősek, ugye? Aztán jönnek a körülöttük lévő vulkáni síkságok, és a legfiatalabbak ezek a sötét parabolával körbevett becsapódásos kráterek, meg körülöttük lévő alakzatok. És hogyha az egészet így összességében nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy a vulkanizmus az valószínűleg csökkent az idők során, abban az időszakban, amit egyébként látunk, ez kb. Fél milliárd év, vagy kicsit több, ami látszik. A tektonika pedig eleinte keletkeztek ezek a tesszerák, amik esetleg földi kontinensek megfelelői, de nem biztos. Aztán deformálódtak a lávasíkságok, és egyre kevesebb változás történt az idők során. A legjobb fokmérője az egy bolygó felszín korának a krátereloszlás. Ugye idős területeken sok a kráter, fiatalon kevés. Ausztrália tele van kráter, Skandinávia is nagyon jó. Ha megnézzük a Vénusz krátereinek az eloszlását, akkor azt mondhatjuk, hogy szinte valaki direkt oszlatta őket ennyire egyenletesen, mert random módon ilyen alig jöhetne ki, de így néz ki, elképesztően egyenletesen oszlanak el a kráterek, mint említettem korábban, kevés, amelyik deformált, kevés, amelyik lávával elöntött, tehát valószínűleg úgymond nem sok változás történt azóta, hogy ez a sok kráter ide telepedett. Méghozzá egyenletes eloszlásban, ami arra utal, hogy a felszín nagy része egykorú. Azt szokták mondani, kb. 500 millió év, vagy esetleg 1000, ugye? Vagy esetleg 200. Tehát ez ilyen nagyon nem, biztosnak nagyon nem mondanánk. Erre jött az egyik modell, hogy hogy lehet, hogy mindenütt egykorú a felszín, pedig tele van vulkánnal, meg tele van mindennel, hogy esetleg ciklikus a belső aktivitása a bolygónak. Ez a túlnyomásos szelep modell, amit erre úgy elterjedt, hogy időnként, tehát halmozódik a belső hő, és nem tud mit csinálni, aztán időnként, mikor elég sok van, akkor mindenütt kitörnek a vulkánok, minden átalakul, akkor lecsökken a belső feszültség, és akkor megint nyugalom van, megint egy ideig, aztán megint kezdődik az egész előről. Na mindegy. Mai helyzet, ami ebből érdekes, hogy úgy néz ki, az elmúlt 500 millió évben iránya van a fejlődésnek, ez ugye a Földön nincsen, a Földön úgy mindenféle dolog történik. Itt ez, ott az, itt kitör, ott megszűnik, stb. Itt nem. Egy tektonikusan, vulkanikusan aktív dologból egy inaktív fele ment, és a felszíne nagyjából egykorú. Tehát tényleg lehet, hogy valami igaz ebből a egyszeri úgy nevezik, hogy globális, katasztrofális felszín újraképződés. Angolul viccesebb, de magyarul is jól hangzik. Egyre kevesebb lett a láva, egyre kevesebb lett a deformáció. Persze lehet, hogy az egész nem egykorú, hanem mindenütt valamiért ugyanaz történik eltérő időben, de igazából nem tudni. Fontos, hogy miért tér el annyira ugye a Földünktől, hogy a Vénuszon széndioxid megmaradt, a víz elment a világűrbe. A Marson a széndioxid valamennyire megmaradt, meg elment a világűrbe, akár csak a víz, meg egy része megfagyott. Itt ugye a becsapódások is közrejátszottak benne. A Földön pedig ugye a víz révén ugye karbonátos kőzetekben kivonódott a légkörből, amiben bizony az élet is nagyon fontos szerepet játszott, hogy ki volt az erősebb vagy fontosabb ugye ebben, azon lehet vitatkozni. A jövő űrszondás vizsgálatai, ez az utolsó témakör. Meteorzápol. Leszállnak a Vénuszra.
ez egy korábbi elképzelés volt, hogy majd a Vénuszra fogunk utazni, ez az amerikai változat, most elnézést, nézzük meg az orosz változatnak egy kis részét csak. Ezt is van, bocsás. Ennyi. Ez egy rövid részlet volt. Ez kultúrtörténetileg egy nagyon érdekes film, ha jól sejtem, bár én nem láttam, de ez egy nagyon régi orosz film, ami arról szól, hogy leszállnak az űrhajósok a Vénuszon, és egy múltbéli földet találnak, ilyen dinoszauruszok, meg mit tudom, mikre hasonlít a dolgokkal. Na mindegy, röviden a jövő elképzeléseiről, ez egy amerikai változat, meg hát benne van Európa is, ugye Pioneer Vénusz, meg a Magellán, főleg a Magellán volt a híres utolsó sikeres küldetés, aztán most működik a Vénusz Express, európai szonda, olcsó volt, csak kicsit alakították át a Mars Express-t, és elküldték befelé a Vénuszhoz. Mit terveznek a jövőre? Ugye korábban beszéltünk róla, hogy sok minden ismeretlen van, főleg felszíni összetétel, amiből tényleg alig van néhány adat, stb. Ezért előkerültek a felszíni, úgy értem a helyszíni, tehát a leszállóegységek, felszíni, helyszíni megfigyelések, amelyek lehetnek mobilisak is, ugye, tehát tud gurulni. Az egyik népszerű dolog a földrengés kutató hálózat, hogy legalább kettő vagy több, inkább azért három, meg még több szonda száll le, azok a rengéseket vizsgálják, mert ebben fel lehet térképezni ugye a bolygó belsejét, és hát a fő cél az anyagminta hozatal lenne, ezzel kapcsolatban mindenféle ötleteket publikáltak már, ugye nagyjából orosz mintára történik a dolog, hogy építsünk egy jó nagy vastag falu bazi acélgömböt, és abba rakjuk bele a műszereinket. Ami érdekes, ugye az anyagminta hozatal, ugye tudjuk, hogy a Vénusz gravitációs tere az nagyságrendileg a Földihez közeli. Tehát innen a Földről mondjuk egy kilónyi anyagot föl akarunk vinni az űrbe, az bizony rettentő drága dolog, és hogyha ezt a világűrből kell azt a rakétát leereszteni a Földre, amivel aztán visszamegy az anyag, hát ez iszonyú költséges lesz. Pluszban még a légkör rettentő sűrű, amit át kell szelni, ezért jött az ötlet, jó, trükkösen csináljuk az anyagmintahozatalt, leszáll a leszállóegység, fúr, mintát vesz, stb. Aztán rakéta egy nagy lufin fölmegy, mondjuk 60-80 kilométerig, és aztán ott indítja csak be magát, és onnan megy ki a világűrbe és vissza a Földre gyakorlatilag. Így a számítások alapján kivitelezhető lenne az anyag, mint a hozatal a Vénuszról, tehát nem annyira extrém a helyzet. Az élet lehetősége, hát pedig ez megint csak egy szép fantáziarajz, van egy villám, amiről egyébként mai napig vitatkoznak, hogy a rádiózajok a Vénuszról villámok-e, vagy nem, először úgy nézett, hogy igen, aztán meg úgy, hogy nem, aztán megint vitatkoznak, de lecsapó villámok felhőből nem nagyon várhatók, mert 60 kilométeren van ugye felhő, tehát az nem jó. A nap meg nem látszik valószínűleg, hogy élet van-e, ugye sokáig ez mindenki egyből ugye kihúzta, hogy ez nem stimmel, esetleg régen talán volt, lehetséges, ami egyébként érdekes, és ma már egy reálisabbnak tűnő dolog, hogyha megnézzük, hogy hol van a Vénuszon esetleg folyékony víz, és földfelszíni nyomás és hőmérséklet viszony között, akkor emlékszünk, még az elején volt egy magasság szerinti hőmérséklet görbe, olyan 60 kilométer körüli magasságban, plusz-minusz 10 kilométer, olyan földfelszín közeli hőmérséklet van, kicsit kisebb légnyomással. Tehát az nem kizárt, hogy ebben a magasságban, mondjuk a felhőkben lévő vízcsepp, kénsavas vízcseppek közegében lenne elvileg olyan élőlény, amelyik itt meg tudja találni magának a megfelelő körülményeket, de ez csak egy elvi lehetőség. Noha, már olyan modell is készült, de hát azt nagyon gyorsan lefújták, azt a szonda ötletet, illetve el se jutott ahhoz, hogy ötlet legyen, ami a Vénusz átvonulás idején tesztelte volna azt, hogy van-e a Vénuszon élet úgy, hogy tulajdonképpen amikor ugye a Vénusz a Föld meg a Nap közé kerül nagyjából, akkor a napról áramló napszél ugye az mindig viszi el a légkörét a Vénusznak, és akkor fúj el abból a légkörből is talán, hogy beesetleg ebbe a vízcseppekbe valamik élnek,
és hogyha ez pont a Föld közelébe jött, és egy jut, és egy szonda pont ebből el tud kapni valamennyit, ha azt le is hozza a Földre, akkor ebből a minimális anyagból talán valaki valamit ki tud találni. Ezt hallottam ezt egyszer egy előadáson, de aztán ez egy nagyon, azért ez nagyon irreális gondolatnak tűnt. Úgyhogy az élet lehetősége igen szerény, fogalmazzunk így. Na jó, akkor ennyi volt. Köszönöm a figyelmet. Hogyha valakinek kérdése van... Lehet egy totálisan irreleváns kérdésem. Na? A bolygó fejlődés történetét a Földdel összehasonlító ábránál jutott eszembe, hogy azt már tudjuk, hogy miért sós a tenger, a világóceán. Ez valószínűleg, igen, azt nagyjából már sejtik. Én, ha jól emlékszem, de elfelejtettem egyébként, de nemrég korábban az volt, hogy nem jó, nem tudjuk. Ugye az volt a mondás még pár éves, hogy nem tudjuk, hogy nem tudjuk. Most volt egy olyan modell, ami ugye publikálták, és általában ugye elfogadják, én úgy emlékszem, de elfelejtettem. De valami oldódásos dolog, tehát ilyen kémiai számításokon alapuló akármi. Tehát valami kioldódásos dolog. De lényeg az, hogy valami a Földünknél is iszonyú sok bizonyos. Persze, hát igen. Igen. Volt egyszer, 50 évvel ezelőtt körülbelül egy vetélkedő, aminek az volt a cím, hogy irány a vírusz. Igen. 50 évvel, akkor hát én nem. 60-as években egy Colin György is részt vett a szervezésében. Milyen volt akkor a Vénusz képünk vajon, még a szovjet szondák előtt, még elkezdtek volna szétroppanni? Hát én emlékszem, mert a 60-as években jelent meg egy ilyen volt. Science fiction regény, mert a Pantagonit volt, meg a ilyen antigravitációs kőzet, és ilyen szárnyas pterodaktilus-szerű lények a Vénusz felszínén. Nem tudom, ki emlékszik erre a regényre. Hogyne? Azt hiszem, én szerkesztem. Na, ugye a Pantagonit, meg az antigravitáció, és akkor ott hogy el... Otton Bolics felében. Az, igen. Felszállak. És? Ez két kötete volt. Három kötet, éven, a Horgosi könyvtár olvastam. De milyen meteorológiai viszonyok voltak? Hát emberek éltek lent, leérült. Rendesen emberek, és akkor ilyen pterodaktiluszok röpködtek a lélszám. De földi emberek? Földi emberek, igen. Igen, ha fütyörésznek, igen, hangokkal beszéltek. Mint ez a szovjet fény, ugye azt is. Valószínűleg nem független. Hát akkoriban szerintem általában az volt, hogy nagyon egyszerű kép, hogy a Vénuszon sűrű a felhőzet, biztos, mit tudom én, hát vastag a légkör, stb. Közel van naphoz, tehát meleg van, tehát trópusi, tehát esik az eső, de nagyon meleg van, és hogy milyen kellemetlen lehet. Hát nem az van, hanem sokkal kellemetlenebb. Úgyhogy ez... Azt hiszem, hogy ezen a vetéken indult a Charles Simonyi is. Valami szép eredményteleséget van, nekem ez ilyen... Kiment Moszkvába aztán, de voltam vetélkedő, amiből kimentek aztán Moszkvába, és ott valakivel... Valami történet volt erről, nem tudom. Szövetértesen nagyon vonzottak az ilyen forró vízfestek ide, mint a vírus. Hát az amerikaiak azok nem, aztán egyszer szálltak le, ugye, az is szinte véletlenül. És csak úgy lepacsázott, igaz? Hát nem volt rajta semmi, csak olyan légköri szonda volt, hogy majd egy ideig működik, aztán meghalt az egyik, túlélte. Szerencsére. Ilyen kis diszkorszerűség volt, ugye? Persze, hát ezeknek a Vénuszon nagyon egyszerű leszállni, mert semmi nem kell hozzá, mert úgyis olyan sűrű légkör, hogy pak. Sőt, hát az ejtőernyőt el kell dobni, különben annyi napon át lassan süllyedsz, hogy már szét, elfogy minden energiád meg. Tehát a Titánnál is le kell dobni a nagy ejtőernyőt, mert különben soha nem érsz le olyan, addigra már mindened tönkre megy. Hát azt hiszem, tehát ilyen órás élettartamok voltak csak a szondáknál a Vénuszon. Egyébként most azt nem akarom már megmutatni, meg nem is tudom, hogy hol First Spaceship on Venus. Volt ilyen mindenféle ötlet. Ó, akkor ezt nézzük meg. Tehát ez egy elég merész ötlet.
amerikai ilyen. Ez még hagyján. Kis autó. Látjuk, az amerikaiak csak ilyen több szondába tudnak gondolkodni a Pioneer Venus óta. Ugye az négy vagy három szonda volt. Ez így ránézésre 20 milliárd. És ez, ami volt, ez szerintem egy bolygó közi ionhajtóműves ilyen vontató, tehát teljesen irreális. Ilyen marsi táj volt, nem azért mondom, ugye, de nem a Vénuszi, amit láttak, az sokkal rondább, ugye? És jön hozzá? Hát lehet. Na mindegy, szerint erre sok jó pár életet kell még várnunk, mire esetleg idáig jutunk. Na jó, ennyi, köszönjük még egyszer a figyelmet. Jövő héten kis tászról lesz az előadónk. Vénusz típus vegszobolygókkal fog minket traktálni.